78 nevező, 104 bor mintája versenyzett a második Ribon Ribízli Bor Fesztivál nagydíjáért. A hatodik alkalommal szervezett kertészeti szakmai napok és konferencia részeként megrendezett verseny az egyetlen olyan megmérettetés, ahol a bogyós gyümölcsből készült borok állnak rajthoz, állítják a szervezők. A szakma, a szakma. És az, hogy egymásról tudnak tapasztalatot szerezni, az egy óriási dolog. A ribizlibor és a szőlőbor készítői közötti tapasztalatszerzés, tapasztalatcsere fontosságára hívta fel a figyelmet Nagy István, Magyarország agrárminisztere, a második alkalommal szervezett ribizlibor fesztivál megnyitóján. A Csíkmadaras Sea Garden projekt Kft. Által szervezett megmérettetésre idén is a Kárpát-medence különböző tájairól érkeztek borok. Attila három borral nevezett. Ebből kettő aranyérmes, a piros. A piros, fehér és természetesen fekete ribizliből készült borok mellett málnával vagy más bogyós gyümölcsel készített italok is versenybe szálltak. A tavalyi jelentkezők többsége idén is jelölte termékét, de sok új termelő is elküldte borát. A beküldött 104 mintából a szakmai zsűri 11-et arany, 30-at ezüst és 17-et bronzminősítéssel díjazott. Nagyanyámtól származnak azok a bokrok, nem az egész, belőle egy pár darab, hogy itt mondta a miniszterelnök úr is, hogy a kert mellől származnak egy pár darab, és külön a többi egy mentős kollégámtól, aki egy alkalommal, egy meccés alkalommal két zsák pálcát adott nekem, és azt ott iskoláztattam ki, és abból szaporítottam ezt a bornak a termését. A verseny iránti nagy érdeklődés is jelzi, hogy sokan kedvelik a ribizlit és az ebből készült bort Erdélyben és a Kárpát-medencében. Egyértelműen folytatni kell. Tehát, hogyha egy vidéknek ezek a helyi értékei, és így van nagyon széles körben felhasznál, hisz nem csak bor készíthető belőle, de hát a bor egyértelműen azt gondolom, hogy egy új világ és egy új szín. Én drukkolok, hogy itt a környékbelieknek még sok élményt adjon. A hatodik kertészeti szakmai napok és konferencia a második napjának zárásaként tartott második ribizlibor versenydíját adó gáláján a nemrég megjelent kiadvány a Ferencesek főzte, ihlette vacsorát fogyaszthatták el a résztvevők.